Ebben a videóban utána járunk, hogy vajon hol járhatunk most ebben a ciklusban. Azért érdemes képbe kerülnöd, mert az előző három, a 2012-es, 2016-os és 2020-as ciklusok tanulsága alapján azt feltételezhetjük, hogy a 2024 áprilisi felezés után egy masszív felfutás következik majd a kriptopénzek piacán. Ha végignézed, több különböző indikátor alapján kaphatsz egy szintetizált képet arról, hogy hol tartunk most a 24-25-ös bika piacon belül. A videó elkészítéséhez megnéztünk egy sor különböző indikátort és egyéb elemzési eszközt. Ezeket nem fontossági sorrendben mutatjuk be, viszont az egyetlen közös pont mindegyikben az, hogy ezeket rengetegen ismerik és használják a kriptopénzek piacán, tehát mindegyiket hitelesnek mondhatjuk. Az első indikátorunk a Pi Cycle Indicator, vagyis magyarosan a Pi ciklus indikáció. Három különböző grafikont láthattok az ábrán, a Bitcoin árfolyamát, a 111 napos mozgó átlagot illetve a 350 napos mozgóátlagot kétszeres szorzóval számolva. Azért kapta a P-ciklus indikáció nevet, mert a 350 és a 111 hányadosa, az pont a híres 3,15. Az elmúlt három ciklus alapján az a tapasztalatunk, hogy amikor a 111 napos mozgóátlag elkezd emelkedni, megközelíti, majd át is töri a 350 napos mozgóátlag kétszeresét, na akkor vagyunk a piac csúcsánál, legalábbis akkor tájt ahhoz nagyon közel. Éppen ezért ezt az indikációt predikcióra is használhatjuk. Minél távolabb van egymástól a 350 napos kétszerese és a 111 napos, annál inkább le van ülve a piac szép magyarsággal, és minél jobban közeledik egymáshoz a kettő, pontosabban minél jobban megközelíti a 111 napos mozgó átlag a 350 napos kétszeresét, annál inkább a csúcsához közeledik a piac. Úgyhogy érdemes megvizsgálni, hogy most, 2024. áprilisában pontosan hogy néz ki a Pi Cycle Indicator. Ha ránézünk az ábrára, napnál világosabb, hogy megkezdődött a fogyókúra. Vagyis a hasa, a két görbének a széttartása elkezdett zsugorodni. A kettő, Határozottan közeledik egymáshoz, ez egyértelmű az ábrán. Tehát a bika piac már megkezdődött, javában zajlik. Viszont a keresztezés még nagyon messze van. Tehát a P-ciklus indikátor alapján azt mondhatjuk, hogy a bika piacnak a korai szakaszában járunk, de már nem a legkorábbi szakaszában. Ha megnézzük a 2017-es és a 2020-as ciklusokat, pontosabban azoknak a leképeződését a P-ciklus indikációban, akkor azt mondhatjuk, hogy durván egy év távolságra lehetünk ennek a ciklusnak a csúcsértékétől. Tehát, hogyha hihetünk ennek az indikációnak, pontosabban, hogyha azt feltételezzük, hogy hasonló lesz a piaci folyamatok leképeződése, mint 2017-ben, illetve 2020-ban, akkor azt mondhatjuk, hogy valamikor 2025 elején, még pontosabb feltételezéssel élve, 2025 március-április, esetleg május tájékán lesz a 2024-2025-ös bíkapiac csúcsértéke. De borzasztó fontos hozzátennünk, hogy ugyanúgy, ahogy a legtöbb indikátor a pály sem tud kalkulálni a külső, különös kép, a külső makrogazdasági hatásokkal. Tehát például az unásig emlegetett infláció, a kamatok változása vagy éppenséggel nem változása, a geopolitikai problémák, egy újabb háború és számos egyéb potenciális tényező, ez mind olyasmi, amivel a PyCycle nem tud kalkulálni. A következő eszközünk a Google Trends. Egy kicsit könnyebben nem mint a PyCycle, de nem kevésbé hiteles. A logika roppant egyszerű nézzük meg, hogy áll most a bitcoin, illetve majd később az egyéb kulcsszavakra a keresések száma. Ugyanis szintén a korábbi bika piacok alapján az a tapasztalat, hogy amikor magasan van a Google Trendsben a bitcoin kulcsszóra a keresések száma, akkor a piac is magasan jár, pontosabban egyikből következik a másik, a másik indukája az egyiken. Ha megnézzük a 2020-2021-es bika piacot, akkor jól látszik, hogy 2020 végén kezdett el emelkedni a bitcoin kulszó kereséseinek száma, majd ez 2021-ben tetőzött. És most nagyon hasonló a helyzet. A bitcoin kulszó keresései 2023 utolsó hónapjaiban kezdtek el emelkedni, és most továbbra is emelkedőben vannak. Tehát, hogyha a 2020-21-es piac Google trendjeiből indulunk ki, akkor azt kellene mondanunk, hogy 24 során lesz a tetőzés, vagyis a piac csúcsa. De ez az analógia mégiscsak sántít, hiszen 23 még nem volt része igazán a Bika piacnak. Ezzel persze sokat lehetne vitatkozni, de a lényeg az az, hogy a Bika piac általában két erős évből áll. Azt feltételezzük, hogy 24 és 25 lesz az igazi felfutások időszaka, ugyanúgy, ahogy 16-17, 20-21, vagy akár egykor 12 és 13. A lényeg a lényeg, a Google Trends alapján az határozottan kijelenthető, hogy a keresések számában mutatkozik már emelkedés, de még nem eget rengető. De mielőtt tovább mehetnénk, egy gyors szó mai videónk szponzorától. A Primex BT egy kriptotőzsde, ahol több tucat páron kereskedhetsz kriptós határidős szerződésekkel. De indexeket, nyersanyagokat és derivatívákat is találsz. Mindezeket magas tőke átéten, de ha még sosem kereskedtél tőzsdén, a PrimeX BT-t jó szívvel ajánljuk, mert kifejezetten felhasználó barát a felületen. A depozit lehetőségek között van direkt kriptodepozit, 5 különböző kriptopénzt is depozitálhatsz. De egyenesen dollárt is beküldhetsz, vagy SEPA utalást is végezhetsz az IBAN számla számukra. Sőt, a tőzsdén Visa és Mastercard kártyáddal is vásárolhatsz. Most pedig minden egyes befizetésed után 20%-nyi bónuszt kapsz, link a leírásban. És akkor most térjünk rá az altokra, hogyha megnézzük az Ethereum kulcsszóra keresések számát, akkor a helyzet nagyon hasonló, mint a Bitcoin esetében. Legutóbb 2020 végén kezdett elemelkedni, majd 2021-ben tetőzött. Tehát a folyamat kicsit hasonlónak tűnik. Az emelkedés megindult, de hogy a tetőzés mikor lesz, azt még egyenlőre nem tudjuk. Ha pedig az ígért altcoin kulcsot vizsgáljuk meg, a helyzet nagyon hasonló. Egy szó, mint száz, mind a bitcoin, mind az ethereum, mind az altcoin kulcszavak esetében valami nagyon hasonló bontakozik ki. És akkor jöjjön a következő indikátorunk, a vonatkozó applikációk letöltéseinek száma. A példa kedvéért a Coinbase-zel fogunk foglalkozni. És azt nézzük meg, hogy a Coinbase aplikációt legalábbis az USA-ban mennyien töltik le, összevetve a korábbi időszakokkal. Ha megnézzük a Coinbase aplikáció napi letöltéseinek számát, akkor jól látszik, hogy 2024 egy kicsit laggumatagon indult. Januárban, februárban, de még márciusban is tök lapos volt a grafikon. Viszont áprilisban eljött az áttörés. Most ott tartunk, hogy napi 20-25 ezer letöltés történik a Coinbase applikációval. Tehát az emelkedés határozottan megindult. Viszont ha megvizsgáljuk, hogy mekkora is a teljes piac, akkor azt látjuk, hogy az USA-ban 300 millióan élnek. Nyilván sohasem áll majd elő az a helyzet, hogy mindenki le akarja tölteni a Coinbase appot, viszont azért azt sejtjük, hogy napi 20-25 ezernél azért még sokkal többen vannak, akik potenciális letöltői a Coinbase-nek. Tehát ez alapján is azt valószínűsíthetjük, legyen bármennyire durva ez az indikáció, hogy még bőven van tér a növekedésre. A következő indikációnk a tárcák száma. Ezt is rendkívül könnyű átlátni. Minél többeket érdekelnek a kriptopénzek, annál többen fognak tárcát létrehozni. Minél több tárcát hoznak létre, annál többen vesznek is valamit, Minél többen vesznek, annál inkább a piac csúcsánál vagyunk. Tehát a kriptopénz tárcák darabszáma, pontosabban az újonnan megnyitott tárcák száma, igenis egy fontos indikáció. Ha ránézünk az elmúlt néhány évre, akkor jól látszik, hogy egészen 2020-ig egy steady, vagyis lassúcska emelkedést láthattunk. Viszont 2021-ben felrobbant a tárcák száma, majd azt követően 2022-ben és 2023-ban összeomlott ez az indikáció. Sránézve a jelenre, jól látszik, hogy ismét elkezdett emelkedni a kriptotárcák száma. És a prognózis szerint a következő öt év során masszív felfutás lesz ezen a téren is. A következő indikációnk valószínűleg az egyik legfontosabb a BTC kereskedési volumene. Ha ezt vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy 2023 utolsó hónapja jóta ebben is van egy határozott növekedés. Ha összevetjük a mostani kereskedési volument a 2021-es kereskedési volumennel, akkor az látszik, hogy közeledünk, de azt a szintet még egyáltalán nem értük el. Tehát egy újabb indikátor, ami arra utal, hogy már javában benne vagyunk a Bika piacba, a korai szakaszában vagyunk, de már határozottan nem a legelején. A következő indikáció szintén könnyen értelmezhető, ez a bitcoin tranzakciós díja. A lényeg a lényeg, minél többen használják a bitcoin hálózatot, annál több munkája van a bányászoknak, minél több munkájuk van, annál magasabban lesznek a tranzakciók díjai. Jól látszik, hogy ebben is van egy ciklikusság, ahogy végigmegyünk az egyes bika piacokon. Az is látszik, hogy 2021-hez hasonlóan most is emelkedő szakaszban vagyunk, de azt a szintet még nem értük el. A következő szintén egy nagyon könnyen értelmezhető indikátor a Bitcoin market cap. Ebben is van egy ciklikusság, nagyon könnyű értelmezni, ahogy megy föl a Bitcoin árfolyama, úgy megy föl a market capje is. Hasonló szinten járunk, mint 2021-ben, tehát az emelkedés határozottan megindult. Bár ebből levonni azt a következtetést, hogy még mindig a korai szakaszban vagyunk már egy kicsit nehézkesebb, de ezért mégiscsak feltételezhetjük, hogy ahogy a korábbi ciklusok során is, ebben a ciklusban magasabb értékeket fogunk elérni. Mint az azt megelőző ciklusban. Tehát okkal feltételezhetjük, hogy az árfolyammal párhuzamosan a BTC market marketkepje is új csúcsokat fog elérni a 2024-2025 ciklus során. És mivel ez még nem történt meg, még csak ott járunk, ahol 2021-ben, ezért újra valami, ami abba az irányba mutat, hogy valószínűleg a korai szakaszban járunk még. A következő indikátorunk már egy picit összetettebb. Érdemes megnézni az eddigi három bitcoin bika a hosszát, pontosabban azt, hogy a felezés után hány napra volt szükség a következő csúcs eléréséhez. Gyorsan hozzá kell tennünk, hogy ez a ciklus ezen a téren is különleges, hiszen az all time high már a felezés előtt megtörtént. Hogy ez megborítja -e a teljes ciklus dinamikáját, azt mindenki ítélje meg maga, az biztos, hogy egészen szokatlan, ami most történik. De hogyha ettől eltekintünk, és megpróbáljuk kiszámolni a korábbi ciklusok tapasztalatai alapján, hogy a felezés után hány napra lesz szükség a következő csúcs eléréséhez, akkor mégiscsak kaphatunk egy közelebbi képet azt illetően, hogy most, 2024. áprilisában hol járunk ebben a bikapiacban. Az első felezés 2012-ben történt, a második 2016-ban, a harmadik 2020-ban. Közös mind a háromban, hogy a felezés után újabb csúcsok következtek. Abban viszont, hogy pontosan hány nappal később már jelentős eltérések mutatkoznak. Azt megbecsülni, hogy a 24-25-ös ciklusban hány napra lesz szükség a felezés után az új all-time borzasztó nehéz. Viszont az eddigi tapasztalaténk alapján azt mondhatjuk, hogy 100-200, esetleg 2-300, de az is lehet, hogy 4-500 napnak kell eltelnie. A 100-200 napos eshetőséget azért zárnánk ki, mert ez 2012-re volt jellemző, amikor a piac még sokkal éretlenebb, sokkal fejletlenebb volt. Sokkal valószínűbb, hogy vagy a 2016-os, vagy a 2020-as ciklus jellemzői lesznek igazak ebben az esetben is. Tehát nem zárhatjuk ki, vagy legalábbis feltételezhetjük, hogy 4 kötőjel 500 napra lesz szükség a felezés után az új csúcs eléréséhez. De hogy mondtam, erre a ciklusra teljesen más szabályok vonatkoznak, hiszen már a felezés előtt megtörtént az új all time high. De hogyha ettől eltekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy durván 4-500, esetleg 2-300 nap távolságra vagyunk a következő csúcstól. A következő eszközünk a Rainbow Chart Indicator. Hogyha megnézzük a bitcoin logaritmikus görbéjét, és arra ráhelyezünk egy hullámvonalat, amit felosztunk különböző sávokra, az egyes sávokat pedig színekkel jelöljük, akkor kirajzolódik egy mintázat. Minél inkább a piac csúcsánál vagyunk, annál inkább pirosas színnel jelöljük a korábbi tapasztalatok alapján. És minél inkább a piac korai szakaszában járunk, annál kékesebb, annál világosabb, kékesebb a szín, amivel az adott szakaszt jelöljük. Ha megnézzük, hogy most 2024 áprilisában hol tartunk a Rainbow Chart indikátorban, akkor megint csak az látszik, hogy az emelkedés határozottan megindult viszont a piac csúcsától, tehát az erősen pirosas, sőt a vörös sávtól még nagyon messze vagyunk. A Rainbow Chart alapján a még mindig olcsónak nevezett, illetve az akkumulációként elkeresztelt szakaszok között járunk valahol. Az biztos, hogy a Rainbow Chart is abba az irányba mutat, hogy a korai, de már nem a legkorábbi szakaszban vagyunk. És akkor végezetül nézzük meg az egy évnél hosszabb időtartam óta hodlerelt bitcoin készletek ábráját. Ez az indikátor összeveti a bitcoin árfolyamát a legalább egy éve hodlerelt BTC készletekkel. A pszichológia, pontosabban a mögöttes logika, roppant egyszerű. Minél hosszabb ideje, legalábbis ha legalább egy éve tartod a bitcoinjaidat, akkor már nagyon várod, hogy végre elérjen egy olyan árfolyamot, aminél neked érdemes eladni. Tehát minél magasabban járunk, minél inkább közeledünk a piac csúcsához, úgy csökken az egy éve tartott BTC készletek aránya. Ahogy nő az árfolyam, egyre többen adnak el azok közül, akik már legalább egy éve tartják a bitcoinjaikat. A 2017-es és a 2027-es ciklusokban is jól látszott, hogy az árfolyam növekedésével párhuzamosan folyamatosan csökkent az egyéves hold hullám. Ez a folyamat most is megindult már, de az is jól látszik, hogy még bőven van hova ereszkednie. A korábbi ciklusokban 53, 41, illetve 35%-nál volt az alja, most pedig 65%-nál vagyunk. Tehát 65%-nál tart a legalább egy éve hodlerelt BTC készletek aránya. Jól látszik, hogy a 35-höz, a 40-hez, de még az 50-hez képest is van hova ereszkedni. Tehát ismételten a piacnak a korai, de már egyáltalán nem a legkorábbi szakaszában vagyunk. Zárszó. Ahogy kitalálhattátok, mindegyik indikátornak az a szummája, hogy a korai, de már unásig ismételten nem a legkorábbi szakaszában járunk ennek a ciklusnak. Ezzel a témával még nagyon sokat fogunk foglalkozni a következő egy, másfél vagy akár két év során. Időről időre rá fogunk nézni, hogy hol járunk a bitcoin piacán, ugyanis ez eszenciális ahhoz, hogy a lehető legjobb kor szállj ki. Mindegyik indikátornak az a lényege, hogy tud, mikor kerültünk a túlfűtöttség szakaszába, vagyis mikor következik a lehető legjobb feltételezésünk alapján a kötelező összeomlás. Ha hasznosnak találtad ezt a videót, mindenképp iratkozz föl, nyomj egy lájkot, mondd el egy komment formájában, hogy szerinted hol járunk ebben a ciklusban, és válj csatorna taggá is!